Korábban bevett gyakorlat volt az első szavazók elismerése. A Jobbik azonban hiába várt a parlamenti döntésre ezzel kapcsolatban, az nem született meg, mondta a Tóth István jobbikos önkormányzati képviselő. A párt EGRI képviselői ezért előterjesztést készítettek, amelyet az EGRI közgyűlés csütörtökön tárgyalt. A javaslat értelmében az önkormányzat gondoskodna az elismerésről, ezzel ösztönözve a fiatalokat a voksolásra. Tóth István szerint a jutalmazással azt lehetne elérni, hogy az érintett korosztály komolyabban vegye állampolgári kötelezettségeit és jogait. A Jobbik elképzelése szerint a Vármúzeum présgépén lehetne elkészíteni az érmeket, amelynek egyik oldalán a vár lenne ábrázolva, a másikon pedig az első választásom emlékére felirat lenne olvasható. Számításuk szerint 500 000 forintra lenne szükség ezek legyártására, de a Vármúzeumtól később pontos árat fognak megtudni. A javaslatban még nem szerepel, hogy az oklevelet és az érmet az egyes számú választókerület valamennyi fiatalja, vagy csak az EGRI első szavazók kapnák meg. Ez utóbbi esetben mintegy 1000-en kapnák meg az elismerést.